az első úgymond nyílt napunkon, amikor már olvasókat és hallgatókat is köszönhetünk körünkben. Hát röviden a Talkoktatók irodalmi körről 2020. november elején alakultunk, amikor is megkerestem néhány tatabányai lakosú és helyi kötődési szerzőt, hogy jöjjünk össze, hallgassuk meg egymás költeményeit, egymás munkáit, tanuljunk a másiktól, és szövődjenek irodalmi barátságok is. És aztán hát a múzeumnak és Szajs Gergő barátoknak jó voltából kaptuk ezt a helyet, ahol havonta egyszer összejövünk, és szerintem Erzsikével most így ketten elhozjuk, jól érezzük magunkat, mindig ebben az egy órában jól beszélgetünk, jó műveket hallhatunk egymástól, egymás tollából, és hát általában hárman, négyen szoktunk összejönni, volt, amikor már öten is voltunk, most egy picivel megnövelgetni, most így a létszám. Most egy kicsit kevesen vagyunk, de reméljük, hogy az ősszel már szeptemberben egy kicsivel többen leszünk, ha lehetséges, így, hogy még ismételten nyílt napot tartsunk, mert szerintem ez így kerekebb lesz, hogyha nyíltak lesznek a napok, és a közönség is, hogy hát, aki el szeretne jönni, eljön, egy kicsit feltöltődik az irodalommal. Körülbelül, akik támogatták a kezdeményezésünket, mint szerzők, ők olyan 10 körülbelül, tehát mint szerzők azt mondták, hogy igen, ez egy remek kezdeményezés, viszont már vannak olyan szerzők, akik már nem lehetnek közöttünk, és őket így tiszteletbeli szerzőinknek nyilvánítottuk, mert ha még értek volna és közöttünk lennének, én mindenképpen megkerestem volna őket ezzel a kezdeményezéssel, és szerintem ők adták volna ehhez magukat, ehhez a dologhoz. Így az első néhány vers olyan szerzőtől fogunk jönni, akik úgymond ilyen pártoló tagjaink, most szerintem ők nekik néhány művét akkor előadnám. Mostják Mária, nem tudlak feledni. Lelkedben mindig visszatér egy ének, régi érzések, melyek szívemben égtek. Egy régi nyár, egy rég volt szerelem, mi nem akar elégni, az idő sem hombosztja el. Feltört szívemben, és újra elemészt, mint vulkán, mely feléled, a hangai fújja a szél. Mosnyák Mária, nem jössz többé. Csak most jöttél el, a várva várt tavasz. A napfénye mosolygott rám és a szerelem. Most újra hullnak a levelek, repíti a fázó szél vele édes szerelmedet. Csendes eső mossa arcom, mely könnyeimmel elvegyül. Öröknek hittelek téged, tavasz, s arcod lassan a feledés ködébe merül. Fejemre sárgult fa levelek hullnak, képed is szürkül, sárgul, kedvesem, a téllel hamarosan a mélybe zárul, sírom, vagy viszlek csendesen. Mostják Máriáról röviden azt kell tudni, hogy ő inkább Budapesten, Budaörsön élt, a Budaörsi Rinkovácsoknak volt a tagja, és jól emlékszem, akkor 2019-ben hunyt el egy hirtelen bekövetkezett betegségben. És hát versei úgy hiszem, hogy fönt maradtak, Julian nagyon jól ismerte őt. És viszont érkezzen egy fiatal ember. Úgy érkezzen egy új ember, aki már szintén nem lehet közöttünk, Gera Sándornak hívják. Ő pedig az Olvasó Lámpának, a József Attila könyvtárban rendezett Olvasó Lámpának, Olvasó Klubnak volt a tagja. Én onnan ismertem őt, és 2019-ben hunyt el, azt hiszem, hogy valamikor nyáron, és egy megemlékezést tartottunk a könyvtárban róla, amit hát én szerveztem Juliannával, Nagy Edittel és Hódosi Ildikóval. Gera Sándortól jön két vers. Gera Sándor, régi pajtások. Régi pajtások, merre jártok, kimaradt? Magasból néztek a világra. A felejtések köttakarója alatt? Vagy vártok még hívó szavamra? Még nem sárpadt halált a szája peng. Hát fel és fel a kedves dombra. Régi időkre kocintunk, poharunk cseng, kacambjunk holdra, csillagokra.
csodában lenganád, széltépi civája haját. Varjú káromolja az eget, havat szórnak rá fellegek. Riadt vadkacsák bújnak egymáshoz, madárkai bújjókrához. Vígpál fog következni, róla Julianna többet tudna mondani. Vígpál bányászkültő volt tudomásom szerint, és a 90-es években egy kötete jelent meg valamikor, hiszen 93-94-ben a feltölt ketrecek felett, és hihetőtlen kijavít, ugye a Márk ZRT az adta ki támogatással a könyvet. Ez volt Márk ZRT, ugye? Jól mondom? Nem volt Márk ZRT, Márk RT. Márk RT, bocsánat. De az 47-ig nagyjából. Akkor államosították, onnantól Tatabányai Bánynek vállalat, és aha, különböző névváltozatok, ugye, ez ma a szocializmus. De a Tatabányai Bányák vállalat, az kiadhatta valóban. A Márkerti az még úgy mondta. Bocsánat, jó, hát bocsánatot kérek. Akkori rendszerváltás. Én is tévedhetek. Előtti. De semmi, csak ennyi. Hát, ha jól emlékszem, akkor Pali bácsának a könyveit így adták ki. Egyébként van egy fényképem róla. A 24 órában jelennek, Sebesti Lajosra van egy fényképen, de szerintem neked jutottam azt a fényképet. Könyv bemutatóján Vig Pali bácsi ülésvedik el, és vele szembe áll Sebesti Lajos bácsi. És így pont elkapták a pillanatot, amikor úgy egymásra néznek. Én azt hiszem, a Facebookon most fent van, de nagyon örültem annak a képnek, amikor megtaláltam, és akkor még a könyvtárban dolgoztam, és mondták, hogy mit érülök én ennek a képnek. Hát mondom, Vig Pali bácsi le a fényképet, a Sebesti Lajosra, és ők így. Jó. Na jó, akkor ezt csak nekem fújózunk. Akkor Vígpáltól két vers. Vígpál buborék. Nem sűrölt a bányalék, zúg a csend oda lenn. A víz lett az úr már rég, vermel sötét ott leng. Alulról rohad atán, főtén ül a buborék. Mélységek csendje mélyen, sötéttel keverten. Rejtez örejjel recsen, halott vágat végen. Dagad görgetve a neszt, a táguló buborék. Bezárva vándorol, egyre feljebb-feljebb tör, mindenen láthatol a kergető sötétből. Felszín törrentve roppan, nyílik ki a buborék, gőze bűze terjeng, és ami volt, nem lesz már. Hit hite is megremeg, vész hiába kiabál. Nyomúd jön a hordalék, él a Zreifeld buborék. Igen, és kedvét azért többet tudnál mondani a bányászatról, mint én, nekem azért voltak kicsit nehezen értelmezhető gondolatok benne, de következzen ismét egy bányászathoz és a városhoz köthető vers, a telepi ház. Vígpál telepi ház. 12 ablak, 6 ajtó, padláson fent lemez ajtó, jobbra-balra közös ajtó, hozzá társul szemes ajtó. Van még szoba és fejzajtó, mindig nyíló konyhajtó. Kerítetnél van a kertajtó, s összességben csak 6 ajtó. 3 kémény, 60 lakó. És hát akkor... Csak láttam, de nem értem. Inkább elmentem aldélet, amikor férhez mentem, de mondtam, én oda a 6 ajtóba nem megyek. Ott folyt minden a ajtó előtt, mondom, falról jöttem, de oda nem megyek. Ez pedig jók voltak. Én nem laktam ott, de szerintem nagyon jól érezték magukat. Biztos, hát egy közösség volt nyilván, de én nem szerettem volna ott lakni. Érdekes. Tehát múzeumban és azzal még kint van, hogy a hatajtós, ugye? Igen, igen, de csatornázva van, tehát hogy nem külső csatornázás, igen, de amúgy valóban úgy volt, hogy mondja. Hagytak meg, láttam arra a Zsdánov fele, valami hagytak meg egy-két ilyen házat. Az erőműnél talán még áll ilyen, igen, ház, de amúgy ott a Zsdánovnál már nincsen, ott már a város lakópark van a környéken. Régen voltam ott. A bányászati és ipari skanzen, tessék eljönni, ott föl van építve, eredeti téglából, tehát a lebontott házak téglájából van fölépítve. 64 óta vagyok Tatabányán. Akkor biztos látod sok ilyen telepet. Persze, igen. Sok, igen. És akkor hát a legvégére ki más, mint Sebestyén Lajos két verset fog következni. Sebestyén Lajos nagy különbség. A műhely szorítása könnyekben enyhült, friss szóval, dallal, kemence melegénél, forgács illatában.
bányatelepen asszony lélekből virágzott csak ének. A férfiak kevés beszélő fajtává gyúródtak a föld alatt, ahol soha nem szólalal. És végezetül az egyik kedvenc Sebestyén Lajos versen. Sebestyén Lajos csak tiszta pohárból. Optimistának kellene már lennem, nem is szereztem én bolond, csak agyom hallgatásra jogot. Torzult körülöttem az élet, és én nem mondhattam ezt el. Amit magabiztosságnak hittem, nem volt az más, csak hiúság, önzés, gő és a lelki analfabetizmus. Csapdák voltak a készfogások, csak eszközök, csak szorítások. És nem biztatás, nem féltés, s nem a gondban együttérzés. Foltozott jó akaratú ígérgetők, már rég magamra maradtam, sok lapot kitépve jegyzeteimből. Túllépve szöveggyártó mesterséget, csak tiszta pohárból jó ízű a víz, tiszta tányérból az egyszerű étel is, tiszta lélekből az egyszerű szó. Egyetlen köszönöm szépen. Hát Erzsike. Köszönjük. Erzsike. Hát a gondolat, igen. Címe, a szíveddel szeres. A szíveddel szeres, ne az eszeddel. Ne a szemeddel láss, hanem a szíveddel. A szemed, mit lát, nem való, nem igaz. Csak a felszín az, mit látni enged, s eltakarja az igazi értéket. Becsap. Szíveddel néz, hogy lásd a szépet, a szerelmet, szíveddel láss, hogy észrevedd, hogy érezd, milyen a tiszta valóság, az igaz beszéd, az őszinte szeretet. Mert a szív nem csak látja, tudja, érzi azt. A szíveddel szeres, ne a szemednek higgy, a szívedre hallgass, ne a füledre hagyatkozz. A szív mindig azt hallja, látja, amit kell. Hallja egy másik szív rezgését, érzi szeretetét, a csókot, az ölelést, mely a szívre hat. Másként hall a fül, más lát a szem, másként érez az agy. Figyeld a szíved üzenetét, halld meg minden rezzenését, vedd észre, mi árad belőle, mi a szív vágya, igénye. Tudd, hogy őszintén tudj szívedből szeretni. Köszönöm szépen. És szerintem aktuális is. Rám biztos. Rám biztos. Rám biztos, hogy aktuális, igen. Igen. Na, hát akkor mondok én is egyet, aztán majd belelátva, ahogy szoktuk. Szerintem. Azt most azért el kell mondanom, hogy ilyenkor egy kicsit azért megszoktuk ezt beszélni, tehát Gergő most felé fordulok, tehát ilyenkor tudom, hogy hagyni kell, érdemni kell a dolgokat, de ezt ilyenkor így hirtelen nyilván én így azért megszoktuk egy kicsit beszélni, meg azért elgondolkodunk így a sorokon, és ezért mondtam, hogy ha gondolod, akkor várunk szeretettel, és mondtam, hogy ha gondolod, akkor hoppá. Mondhattál is volna a verset, de legközelebb is várunk szeretettel, szeretném. Köszönöm a meghívást. Ha belefér az időmben, akkor jövök. Most éppen belefért. Jó. Meg megígértem a kamerát is, úgyhogy. Tessék? De ha tud papír nélkül, verset. Hát én most igazából nem úgy készültem tényleg, meg kicsit fáradt is vagyok ehhez. Most, de nagyon szívesen hallgatom. Köszönöm. Abszolút. Hát ugye a másik dolog, ami létrehoztuk a kört, hogy ugye, hogy is mondják, ikletet ad? Zatív, tehát, hogy lehet, hogy egy-egy szóból, egy-egy gondolatból jön a következő vers, amiből aztán valamilyen élmény születik, adatik. Neked is nagyon sok versen van, de még nem mutattam meg senkinek. Hát is szeretettel. Hát itt az alkalom. Majd az Erzsikének megmutatom előtte, mert nem, úgy nem
amióta csinálom ezt a csináljuk, mert nem csak én sem csináljuk, a kört mindenkire nyitott voltam, bárkit szívesen látunk, és tényleg azért vagyunk itt, hogy szerintem tanuljunk, fejlődjünk, egy kicsit kikapcsolódjunk, hangolódjunk az irodalommal, és segítjük egymást, igen. Ezért olyan kritikát is szoktam, bocsi, hogy beleszólok. Nyugodtan esik. Hogy ami nem jó, azt meg szoktuk beszélni, hogy ez így nem, azt másképpen nem volt eleje, vagy nem volt éppen közepe, vagy vegyes volt, összekeverte, tehát ez az ember tanult előre rengeteg. Mondjuk Júli néni, kár, hogy nincs itt, mert ő szokott lenni, ami kritikus volt. Igen, szokott lenni kritikus. Én nagyon régről ismerem őt. Nagyon-nagyon régről? Nagyon-nagyon régről, még az édesanyját is mindenkit. Hát akkor... Na, hát akkor egy saját verssel én is akkor beszállnék, ha lehet. Hogyne. Hoztam én is egy jó pár saját verset. A vége felé érve, mondom, már lesz új is. De megjön egy régebbi. Még érinthetem az eget. Dús fűbe feküdtem neretve, a látvány szívemet rabul ejtette. Tekintetem az eget szemlélete, és azt a természet elnyerte. Mondták rég, sokáig élhetek, a felnövő bármit elérhetek. Fájó érzés, nem láttam eleget, de még érinthetem a kék eget. Erzsike? Ez sem lesz sokkal hosszabb. Viszont még témánál egy picit itt maradva a szemeidben. Mint szép álomképet látom, arcomat szemeid tükrében, mint egy szikra, ami belobban, és felcsap a lángsz a szívemben. Szemeidben ott látom a jövőm, elfeledem minden bánatom. Boldog vagyok, ha rám nézel, mert te vagy az én holnapom. Köszönöm szépen. Ez nem éppen vers. Nem baj. Hát novella is jöhet, nyugodtan jöhet. Tudod? Suttogó csend. Szeretem a csendet, a suttogó látságot. Hosszú évtizedeken át hallgattam, és megszoktam, hogy szó nélkül megértsem a természet lelkének hangját. Az pedig csak szeretettel, a békességgel megtöltött csendben lehet a legtisztábban hallani. Ha susognak a hegyeken a fák, vagy a színes vadvirággal borított rétek és lankák, a csendesen baktató hegyi kispatakok, melyeknek tiszta vizében némán fürdik meg néhány napsugár, megtelik a csend vidámsággal, örömmel, olykor szorongással, fájdalommal, szomorúsággal. Ott rezeg mind egyszerre és külön-külön a levegőben. Kérdezés nélkül mondják örömüket, bánatukat, súgva, susogva, mintha csak gyónának. Folyamatosan közlik az érzelmeiket, mivel mindannyian érző lelkek. Én pedig hallgatom őket szótlanul, néma odaadással. Amíg gyönyörködöm a szépségükben, szívem örömtől duzzad a tavaszi vidámságuktól. Az őszi fájdalmukkal pedig velük hall lelkem egy darabja az elmúlással. Elsuttogom nekik együttérzésemet és az irántuk érzett végtelen szeretetemet. De csak úgy halkan, tisztelettel, hogy hangon meg ne sértse a csend csodálatos harmóniáját, a nyugalom örömteli, lenyűgöző varázsát. A tüdőm megtelik a megajándékozott friss oxigénnel, és könnyű léptekkel taposok a hegyi ösvények kanyargós folyosóján. Eszembe se jut elfáradni. Átszellemülve egyesülök a természet minden apró neszével, és minden teremtménnyel,
azok különálló egyéniségével. Felemelő és tiszteletre méltó érzés közéjük tartozni, velük egyé válni, csendben beléjük olvadni. Érezni szeretetüket, az őszinte féltő törődést, melyet folyamatosan sugároznak magukból. Mi egyetlen család vagyunk, olyan család, ahol kölcsönös a szeretettel, a békességgel telített nyugalom, ebben a végtelen suttogó csendben. Nagyon jó volt. És ugye az előbb arról beszéltem, hogy mondtam, hogy egy szó vagy egy gondolat ihletet ad, egyébként már a közepén én már beugrott valami, ami ehhez kapcsolódik, úgyhogy hogy lehet, hogy ezt le kell jegyzetelni. Köszönöm szépen. Ez Gergővel is szoktuk egyébként beszélni, hogy van olyan, hogy egy-egy szóból, egy-egy gondolat, egy-egy hangulatból születik valami, ami aztán berobban is. És aztán lesz belőle egyszer valami. Biztos. Na, még kettő darab versen még van. Ez most egy picit humorosabb lesz. Tükörképen. Nagy terem előterében hatalmas csoda tükör van. Láttam benne egy csodaszépet, melytől majd elátszalom. Szép, mosolygós, jókedélyű, bájos és igazán élettel teli. Tudom, hogy ő lesz az, ki minden bajomat feletteti. Az idegenek engem, mit látványt alig tudnak követni, hogy a tükörképemet hogyan próbálom magamhoz ölelni. Utolsó, amivel készültem, ezt tavaly beküldtem a Napútnak, amit aztán mondta, talán lehet, hogy ezzel a verssel kerültünk be a legjobb 10-be, hiszen januárban lettünk díjazottak ketten a Gergővel, és ez volt az egyik vers, amit a szerkesztőség kiválasztott és jónak talált. Elő még sosem adtam, úgyhogy most megpróbálom. Ez a kristály természet. Kristály természet. Épp csak pálvált a gesztenyek vagy ökere. Kristályosodnak a rét egykor zöld fűszálai. Lassú és hangos léptek repesztik az apró jeget. A gyümölcsfán ürügyezni kezd a jégkristály. Természet megfontolt, fehér ruhát ölt. A hangárkor mondom, ez a hangárstílusnak mondják ezt a Szabadvers, hát én már kifogytam. Azt hittem, hogy többen leszünk, tehát Juliannával is számoltam. Meg Máriával is számoltam, hogy esetleg tud Mária is eljön az érteszőlősről, de hát nem tudom, hogy az Horváth. Horváth Mária, igen. Éhező velép. Kerti padra telepedek, eszem zsíros kenyeremet. Egy kis velép csiritelve pályázik a kenyeremre. Addig ugrálgat köröttem, kinesi, hogy nem figyelem. Azon nyomban odareppen, megragadja a kenyerem. Oly szemtelen ez a veréb, nem is nagyon mozdul odébb. Hessegetem, tényel innét, ellopted a kaján felét. Alig van benne félelem, igaz, egy kissé szemtelen, de szegény lopni kénytelen, mert különben nincs élelem. Aranyos. És igaz, mert aranyos és vidám, igen. Van mindenféle fajta. Az állatosból a vakon című versen az most, hogy beugrott, nem tudom, hogy... Azt megpróbáljam ki. Hát ebben tudom kívülről, megpróbáljam? Na mondjam. Hát, hogy csak. Reggel megpróbáltam újra elmondani.
viccelődött, ő volt a félborom. Nem törődött semmivel, egyre csak ásott, s mikor úgy tette kedve, a járatokba mászott. Mikor egyszer mégis feljött a felszínre, bokor mögül megszólalt a szürke kis egérke. Te lennél a bolond vakond? S ha igen, van egy jó tréfád, mond. Én lennék az biza viccem meg számtalan, engedd meg nekem, hogy a kedvencem elmondja. Elkezdi mondani, lezserül a tréfát, végén így szól az egész még egy ilyen vénát. Ha nem volt a történetnek semmilyen vicces része, hát a föld alá vissza mikor mész le? Nem szólt a vakond, elrejtette búját, baját, s szégyenében rögtön elásta magát. Van a Facebookon egy olyan, hogy ott van a vakond, fogja az ásót, és oda van írva, hogy beszólt, elássa. Kis falat vagy, kicsi bőrholmoz jó sokat. Hiába sírsz, elhallgattak. A nyomorodon ő csak mulat. Nem fityülsz már kicsi rigó, se kedved, se ennivaló. Bánatodat sem dalolod, mert a szó is beléd fagyott. Most bánhatod kis nyomorgó, hogy nem lettél ragadozó. Ugye látod kicsi rigó, a hatalmasság mire van? Egy hadsorost elmondhatok? Természetesen, hogy ne? Többit nem merem, mert belesülök. Balatonparton ültem, és akkor írtam, hogy ülök a padon, nézem a vizet, a homokba rajzolok egy szívet. A szívbe beírok egy nevet, a név az enyém, a szív a tiéd. Nagyon jó. Hát Erzsike verséhez kapcsolódva a Kismadár című versem jutott eszembe, most fejből nem fogom tudni elmondani a verset, de legközelebb elhozom, ha lehet. A poénja annyi, hogy úgy keletkezett a vers, most lelövöm a poént, de hát lelövöm, hogy ilyen tavaszias reggel volt körülbelül, és szépen sütött a nap, és egyszer csak egy kis verék odaszállt a párkányra, és még így felém is ugrándozott, tehát hogy nézett a madár engem, és ugrándozott felém, és ebből egy ilyen kis ikletési vers született. Most a vége nem tudik be a versnek, hogy pontosan mi volt. Na most megfogtam, hogy nem ugrik be a vers. A vers vége nem ugrik be pontosan, az a baj, de legközelebb elhozom. Még egy? De nem is több esélyes. Tényleg kifogytam. Ha csak nem telefonról lehet puskázni, de azt mire megkeresem. Jó. Addig megmondja lenni. Születni, miért nem tudtam? Miért kell így élni földhöz ragadtan, tele gonddal, kínzó gyötrelemmel? Sok szenvedése, miért születik ember? Mennyire szeretnék madárnak lenni, a föld körül magasban repülni, énekelni hangos vígyogással, összefonódni égi ragyogással. Vidáman szállni erdők, mezők felett, s meglovagolni bárányfelleget. Tengerek fölött, enyhe szél hátán, minden fájdalmamat beleledobnám. Nem törődnék több
földi gondokkal, szenvedőkkel, fájó sóhajokkal. Elfelednék minden bút, bánatot, boldogan repülném át a világot. Ha madár lehetnék, folyton repülnék. Sok-sok árvát mégis felkeresnék. Fájó lelküket megvigasztalnám, a szenvedésektől féltően óvnám. Körbeszárnyalnám a csillagos eget, megkeresném, hol laknak istenek. Magammal hoznám örömkendőit, hogy letöröljem az árvák könnyeit. Nagyon szép! Igaz, hogy nem a kisvadár, de lehet, hogy lesz. Telefonon vannak könyveim. Lehet, hogy saját. Csak ez mire betölt, az egy idő lesz. Közben egy ismerősöm most írt, hogy el szeretett volna jönni, de az autóját összetörték. Most írt, hogy, hogy neki ment valami az autójának, és... Hát köszönöm, hát csak a nagyon olyan lesz, hogy gyenge. Az nagyon ez jó. Na, ez meg hát tetszik is. Aki beragyogta a szobát. Egy percet sem töltöttem vele a hideg világ óta, és ma is úgy ébredtem, nem tudom, ki született újra. De ők már tudják, s talán én is megint, az a szép, amikor az állomás másik feléről nekem int. Ettől szép a nap, egy bájos teremtés a világ túlsó feléről, ő nem utasít el bármi történt, sőt hozzáméltóképpen engem üdvözöl. Gondoltam rád, s még most is azt teszem, újra kellene tanulnom mindent, valami elvette a veszem. És ki lenne reál legjobb tanár? Az, amely mindent felidéz, s valami újat is ad talán. Ettől szép, igen nekem ettől ez a mai világ, boldogít egy csodálatos szálvirág. Pedig egy percet sem töltöttem vele, csak lélekben boldogít, mindig csak arra az egy percre, sokszor egymás után idézem felvidít. Hallom, s érzem minden sóhaját, nagyszerű teremtés, aki beragyogta a szobát. Nagyon hú, de végézemes, ez már lassan 10 éves. És még mindig aktuális. És még lenne rajta mit maradni. Lenne rajta mit faradni. Jaj, bocsánat. Semmi baj. Nem vettem le a hangot. Semmi baj. És igen. Végeztük. Vagyok a vértes aggórájában, nem sokára otthon leszek, csörgök akkor, jó? Igen. Bocsánat, köszi. Igen. Én is. Évfordulója lesz az édesanyám halálának.
és foghattam kezét, ahogy ránszegezte meleg tekintetét, spásztáztak arcának aggódás sáncai, hogyha lányát vélte bánatosnak látni. Lebukott rég a nap, de sötét ég alján, könnyes pillámon át látni vélem, ahogy jó anyám bús szívembe önti vigaszát, és rákeni arcomra kedves mosolyát. Anyámra emlékezem. Most szinte hallom, amint kedves hangja simogatja arcom, és láttapintással fáradt, csontos keze siklik dús hajamba, újjával fésülve. De csak szellőjáték a borzolt hajamon, és anyám emléke szétfolyt az arcomon. Amíg az alkony nyúlik az éjj csendbe, visszazökkenek a megszokott jelenbe. Hiába nyújtóztam anyám keze után, szétfoszlott semmivé a szerető látván. Révőlt szemeimben száradnak a könnyek, de vérzősebb maradt a szenvedő szívem. Hát egy kicsit nehéz ilyenkor megszólalni. Hát nem könnyű. Még egy. Mondhatok még egy? Biztos? Jó. Kettőt is. Hát még egyet, mert aztán lassan is mennünk kell, gondolom, hogy kicsit össze kell rendezni a tervet. Hát három. Nagyon rendezni nem kell, mert így volt. Jó. De akkor egy kicsit mindig szoktunk hagyni időt egymásra kis beszélgetésre, hát most ez a 10 perc az akkor végezetül egy álmom veszett el veled. Még fel sem fogtam, mit vesztett el veled. De ha majd érzem, akkor lelkem volt a kép szemled. Egy sötét helyen, amely eldugott és nyilkos, minden tett és érzelem egyre inkább zavaros. Nem árt talán kimondhatom magam, hogy ezután nem félek és nem vagyok zavarban. Egy álom voltál, amely eltűnéseddel veled veszett el. A választ kutatom, tehát az én értelmemre senki sem felel. Tiszteletem felé nem törlöm el, az összes eddigi soromban. Készen voltam rá, úgy hiszem, még volt rá kitartásom rosszban és jóban. Na, hát akkor egy kis beszélgetésre vagyunk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Köszönjük a verseket. Köszönjük, hogy meghallgattak. Reméljük, hogy legközelebb is. És hogyha van ismerős, írjatok vendéget. És hát a... Majd hozok. Igen. Mondom, még nem hallotta saját, de egy-két barátnőmnek így olvastam föl, de úgy nem hallotta más. Nyitottan vagy minden esetben. Köszönöm. Egy szűk körbe van. Egy szűk körbe van. Persze. Igen. És megbeszéljük. Jó. Gergő, téged is, várom Piroskát szintén. Gergővel szoktunk egyébként egyeztetni az időpontról, tehát a munkatárs is mindig el szoktam egyeztetni, hogy ez az időpontban ekkor lejöhetünk-e, nem jöhetünk, és akkor mindig szigazgató asszonyra elbeszél, és köszönjük ezúton is, Gergő, ezt szépen. Minél tovább maradhatunk. Elmondom, hogy igazgató asszonynak a köszönetet. És mikor lesz a könyvbemutató? Amit mondtál, Petőfi. Ez a Petőfi. A Petőfi 200, amit mondtál. Igen, hát azt még nem tudom, de egy kiállítás fog nyílni, és ott már a kötet elérhető lesz. Ez majd szeptember közepe valamikor. Na. Most igen, szeptember közepe. Külön bemutató nem tudom, hogy lesz-e. Mert valami talán nem tudom, csak jövőre. Már január, február, ugye márciusig lesz a kiállítás. Úgyhogy ebben a fél évben kellene valamit csinálni, de még ennyire én nem szoktam előre tervezni. Ez még nagyon messze van. Könyvtárba szoktam elmenni ilyen könyvbemutatókra. Utoljára arra Metzó a cím voltam, akkor előtte valahonnan a Balatonról
Szépen, mindegyik nagyon szép volt. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kendő, jó volt? Abszolút jó volt, mondjuk ez az irány annyira nem az én irányom, de ezt te tudod nagyon jól. Én tudom, hogy melyik az irány, de annak is helye van, itt én mondtam, tehát... Persze, nyilván, vagy köszönöm, vagy nem tudom, mit kell mondani. Bocsánat, kicsit lehet, hogy megküldtem. Úgyhogy abszolút, de ne, hogy én hozzak ítéletet, tehát én nem vagyok senki. Én meg főleg nem fogok ítéletet hozni. Nyilván. Szerintem van hely ennek itt, úgyhogy reméljük, hogy majd egyre több emberhez eljut a híre, ugye ezzel neked kell dolgozni. Hát kellene, és hát minél többen hoznak, akár ugye úgymond irodalmilag szüzek is, akik mondjuk még nem olvastak föl a közönség előtt. Ugye szerintem itt nyugodtan, hiszen hogy a Szabolcs is elmondta, hát egy... Segít. Így meg még könnyebb lesz, hogyha egy kínosabb emberke majd kicsit segít. Szerintem. És hogy a Szabolcs elmondta, szerintem az egy befogadó közösség. Igen. Úgyhogy nem hiszem, hogy itt bárki majd, nem tudom, mutogat majd, vagy csúnyán megsítelek. Nem, ha arra az ugyanúgy titokban tartottam volna, mint eddig már az, általános iskolás koromban is írtam. Igen, valaki nem feltétlenül a közönségnek ír, hanem önmagának terápiás jelleggel ilyen is van. Kicsit kiírni magából az érzelmeket, legyen az pozitív vagy negatív. Igen. Sok ember így van ezzel, és van, akiben nincs ilyen indítatás, hogy ezt megmutassa. De ez is tök rendben van, tehát ez nincs ezzel probléma. Köszönöm. De hát meg is beszéltük rögtön az elején, ha ilyen lesz, hogy valaki fölé helyezi a másik ember magát, az ne jöjjön ide. Tehát a barátias, családias légkör. Hát igen, meg az embernek jól esik. Én például soha nem, semmilyen téren nem haragszom meg, ha valaki megkritizál, vagy mond valamit, mert sokkal őszintébb az, ha az embernek megmondják a szemében, mintha mondják, hogy jaj, milyen jó, és utána mondják. Hát ez olyan vacak volt, kár is, hogy felolvasta, nem? Igen, így van. És abból tanul az ember. Csak úgy őszintén, és igazságot, így bele ide. Így van. És akkor majd én az... Szemben nem megy a fülben. Igen. Meg hát a segítségnyújtás, hogy én ezt így csináltam volna, vagy úgy csináltam volna, de... Igen. De hát Julian is ezt szokta tenni, hogy a témák jó csorok, kivittalad ő is az. Gergő szerintem tudja, hogy beszélnek. Nálam gondolom, ezt így a szokott lenni, de hát már rég írtam meg, sem tudom, hogy. Igen. Idő. Érdekes, mert amikor az emberrel valami olyan történik, akkor tud írni. Volt már olyan, amikor úgy gondoltam, hogy leírok, leülök és megpróbálok, és nem ment. Amikor meghalt a férjem, meg ilyenek, akkor az ember tele van úgy a lelke, hogy az ki kell adni. És olyankor talán jobban is sikerül. A fájdalom az kihúzza. Köszönöm még egyszer, hogy itt volt mindenki. Úgy látom, hogy lassan lejár, mert ötven van. Nektek lassan zárni kell, úgyhogy köszönöm szépen. Aztán majd össze valamikor, gyerekővel majd így egyeztetek. Most nyári szünet. Nyári szünet lesz, igen. Jó. Én arra gondoltam, hogy vegyenek egy kis nyári szünetet, megint nem működik.